Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Most adományozó levelet ad át a Pécsi Első Lions Klub elnöke, a Pécsi Szűrészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetőjének. 800 000 forinttal segítik az intézmény eszközbeszerzését. Egy speciális szállító inkubátort szeretnének beszerezni a koraszülötteknek, akik között lehetnek akár 1 kg alatt születettek is. A klinikán, hál' Istennek, a műtő meg maga a neonatológiai, tehát a koraszülött intenzív centrum nagyon közel van egymáshoz, de erre a rövid távra is nagy jelentősége van, hogyha egy olyan inkubátorba tudjuk szállítani a magzatot, amelyik akár képes átmenetileg lélegeztetni a magzatot, állandóan fix a hőmérséklet, van benne minden olyan eszköz, amivel tudjuk monitorizálni ezt a gyermeket. Ez a rövid, ez a 3 esetenként akár 5 perc szállítási idő is nagyon fontos, hogy egy ilyen legyen, egy ilyen transport inkubátorunk. De sokszor messzebbre kell szállítani a kicsiket, mert általában olyan rendellenességekkel küzdenek, amiket más osztályokon tudnak kivizsgálni. Ez a felvétel azon a jótékonysági bálon készült áprilisban, ahol a gyűjtést tartották. A Pécsi Első Lions Klubnak és a Lionsoknak az egész világon a legfontosabb feladatuk az elesettek és a betegek támogatása. A vakság az elsődleges célunk, de minden fogyatékkal élőt igyekszünk támogatni, illetve a betegségek megelőzése is fontos, nagyon nagy terület, amit támogatunk. Hát megmondom őszintén, hogy az első körben én arra reménykedtem, hogy olyan 500 000 forint körül jön össze, és az egy hatalmas sikernek könyveltem volna el. Végül 800 000 forintot tudtak összegyűjteni a jótékonysági eseményen. Így néz ki egy újszülöttek szállítására alkalmas inkubátor. Egy ilyen berendezés 12 millió forintba kerül. Ennek vételárához járultak hozzá a most átadott pénzadománnyal a klubtagok.